Gyúrják, nyújtják, formázzák a tésztát a pék szakma iránt érdeklődő diákok a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban és szakközépiskolában. Az agrárképzés napjára közel 15 Tolna megyei általános iskolába érkeztek gyerekek. A diákok nem csak a különböző szakmákkal, hanem az őshonos állatokkal, a képzés menetével is megismerkedhettek. Továbbá betekinthettek a tangazdaságba és a tankonyhába. Morvai Zsóka a Mórágyi Általános Iskolából érkezett, és noha még csak 12 éves, már most tájékozódik a továbbtanulási lehetőségekről. Azt mondja, a Csapóban fellelhető szakmák közül egy érdekli igazán. Inkább a pékcukrász, mert szeretek sütni, és akkor így inkább az. A 18 éves Bácsik Ádám mezőgazdasági technikusi képzést választott az érettségi után. Azt mondja, nem a cégek által nyújtott juttatások vonzák a mezőgazdasági pályára, hanem azt, hogy érdekli a növénytermesztés, és családi gazdaságukban szeretné majd hasznosítani az itt megszerzett tudását. Javarészt gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, de persze szántóföldi növénytermesztéssel is kisebb mértékben. Így hát úgy láttam helyes döntésnek, hogy ide jövök, és majd az otthoni gazdálkodást így folytatom ezzel a végzettséggel. Jelenleg 380 diák jár a Csapó Dániel szakgimnáziumba és szakközépiskolába. További 200-300 felnőtt képezi itt tovább magát. Mezőgazdasági területen, mezőgazdasági ágazatban a mezőgazdasági szakgimnázium, illetve a rendészeti szakgimnáziumi osztályok azok, amik nagyon népszerűek, és emellett pedig ugye a 3 éves szakközépiskolai képzések közül a pék, a pékcukrász, húsipari termékgyártó, valamint a gazda, és hát a tejipari szakmunkás képzéssel várjuk az ide látogató, illetve érdeklődő diákokat. A szakmai napon különböző mezőgazdasági cégek is bemutatkoztak. Előadásukban kifejtették, hogy mindenféle eszközbe vetnek, hogy magukhoz csábítsák a jövő generációját. Például bruttó 300 vagy éppen 450 000 forintos fizetést, biztos jövőképet kínálnak.